Aki a ténylegesen az Ural közösségben van, az közösségben van Istenek a beszédével. Istenek a beszédének az irott formájával is, a Bibliával is. Szívesen különös örömmel hallgatja a rémáját, amely a Logoszból a Szent Élek ad kijelentést, és magával a személyes Logosszal is, aki nem más, mint a testélet igen, aki itt lakozott a Földön, az apostolok látták a dicsőségét, és mi is meg fogjuk látni a dicsőségét. Ő benne jelent meg a Földön, az a kegyelemnek és az igazságnak a teljessége őtőle tudunk kegyelmi ajándékokat nyerni. Ezekben az időkben is erre van szükségünk. Ilyen helyzetben, krízis helyzetben, mert a krízis az igazából mindig azt mutatja, hogy az életnek és a Isten kegyelmi ajándékának a hiánya még fennáll. Ezért kell Istenhez kiáltani, Istenhez kérni, hogy az élet adjon több életet, adjon több kegyelmi ajándékot és ő erre kész, ahogy mondja a római akkozit levél 8. fejezetében a Szentlélek, hogyha az atya odatta a fiát, akkor hogy ne adna oda nekünk mindent, amire szükségünk van. Mert ő eleve ott a mennyekben elhatározta, hogy elhívott, elhív bennünket, Elhatározta, hogy megazít bennünket, elhatározta, hogy meg is dicsőít bennünket. És ehhez a, a Názeti Jézus Krisztusban nem csak az üdvösséget adta meg, nem csak azt adta meg, hogy által megyünk a halálból az életre, hanem megadta mindazokat a kegyelmi ajándékokat, Amelyre, amelyre szükségünk van, hogy tökéletes emberekké váljunk. A tökéletesség az, az ember személyiségének minden részére vonatkozik, ez az ígéret a szellemére, a lelkére, a testére is. Ezért a gyógyulás az osztály részünk. A gyógyulást az Úr megszereszt számunkra, a fiaknak a kenyere. És azt akarja, hogy ez a kenyér ne hújjon le az asztalról, és ne vala más vegye fel hanem neked kell ezt a kenyered birtokba venned, elfogyasztanod, mert te vagy az Istennek a gyermeke, és tudnod kell, hogy ez a gyógyuláshoz jogod van. Az Úr megszerezte számodra azt a gyógyító és szabadító erőt, amelynek következtében a koronavírustól meggyógyulhatsz, illetve a legjobb dolog, hogy távol tartja tőled a koronavírus fertőzést. És ebben a nehéz időszakban is a testedet egészségben tudod birtokolni.